Föl kellett venni a sapkát, mert kibaszott hideg van. Jönnek a minyuszok. Jönnek a minyuszok, genyú. Elmondom, hogy mi van. Nem fizettük a fűtést, basz meg. Azt hittük, már örökre nyár lesz. Nézd meg. Jött a gázos, még a radiátort is elvitte, geci. Hello? Mindenkit megbaszok, mint a győri polgármester, ha nem tudtok viselkedni. Mindjárt mondom, mi lesz a mai progress. Nem láttam még a Jokert, basz meg. Miért a Joker már látott engem? Most mondjam, szúbja van a Jokernak, basz meg. Csak kérdezem. Gyerekek, kimentem az utcára, basz meg. Láttam egy 120 centis embert, aki meg volt fagyva. Tudod, mert alacsonyan vagy, ott előbb jön a fagy. Ó, darabot dőlve. Hipotermia. Hát mondom, mi van veled, Rigó? Itt még fönn nyár van, basz meg. Takarodjál már innen. Lalalala. Nézd meg, ott a tegnapi zokni a sarokba, látod? Látod? Na, ez új. Csak nektek vettem föl ma. Ennyire vagyok tele. Új zoknik vannak a lábamon. Minden nap. Azt mondja Puma, hagyjad már, Mihály napi vásáron vettem, geci. Ez a zokni olyan haver, több nejlón van benne, mint a Tesco szatyorba, genyú. Szalasz benne, ráolvad a lábadra, az kigyullad, geci. Csak mondom, milyen Puma. Most, hogy csöndben vagyunk, meg kell beszélnünk valamit, srácok. Elmondom, mi lesz. Oké. Okay. Nagyon régen találtam egy remek csatornát a YouTube-on, ami azt gondolom, hogy megérett arra, hogy foglalkozzunk vele. Ez egy elképesztő, elképesztő hely, ahova mindannyiunknak betekintést kell bocsájtanunk, és ez a live most erről fog szólni. Úgyhogy nézzük meg, srácok, hogy miről van most szó. Azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb és fantasztikusabb csatorna nincsen a világon. Ami nem más, mint a Budapest, a magyar, vagy Európa Budapest TV. Egyszerűen hihetetlen. Itt az ide, hogy el is kezdjük, mert itt tulajdonképpen versengés zajlik az ismertségért. Terike bazd meg, olyan izgalmi állapotot idézett elő nálam, hogy izzott körülöttem a levegő. Leolvadt a csempe a farról, bazd meg. Nézd rá, enyhén hegyke berendezések itt azért már meglógnak, meglógnak, mint a 30 éves tüzépes ifám a laprugó, de a funkcióját nem vesztette el. Úgyhogy a másik nagy kedvencem ez a nénye. Kicsit ilyen BKV ellenőr magabiztosságával kicsit előre görnyedve bámul a semmibe, és tulajdonképpen kicsit ilyen rajzfilmfigura beállással, lábai, szerte szana széjjel. Azt tudom, hogy ez az ember, ez konkrétan szegény, nem tudom, ott valami nagyon nagy szalajtás van. Na, beszélni nem nagyon tud, de így szólnak neki, hogy gyere ide, és akkor így elkezd nyomatni, a szakszizik az öreg. Kicsit ilyen artodituba, tudod. Nem nagyon érted, mit pofázik, de ha elkezd szakszizni, az meg a bugyin leizzad rólad. Tehát ezek a gombok az univerzumot megtartanák. És itt némi csáléságot. Azt mondják, hogy a fajtiszta tacskó is ferdén szalad. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a mondást. Hát itt azért látszik, hogy itt már, mint egy rossz kemping biciklin, a lánc már nem úgy üzemel, szóval egyik itt, másik ott. Ilyen kis kancsal csöcsbeütés, de mondom, maradjunk tisztelettel. És szóval ez lesz a brigád, akikkel megismerkedünk. Itt azért lehet látni a lelkesedést az arcon, nem tudom, hogy figyeltek-e. Tehát mikor megelőzik valaki a farhátér a hentesnél a sorban, akkor is ilyen agresszív, kicsit ilyen kidobó arcot. Jó, hogy nem köp egyet az öreglány, de a tehetség az... nem tűr és nem ismer határokat, se fizikai, se kinézetet, esztétikai, semmit. Úgyhogy nézzük meg, hogy most miről fogunk itt tulajdonképpen. Ez a mai tanítás róluk fog szólni. Egyébként őszinte leszek hozzátok, mióta rátaláltam a csatornára, lázban égek, és alig bírom magam visszatartani. Tényleg, hogyha jönne Dévényi Tibi bácsi a három kívánságból, és megkérdezni, hogy mit kívánnál, kisfiam, én nekem a háromból az egyik az lenne, hogy lassúzhassak ezzel az öreg lánnyal. Ez egyszerűen az a spagetti pánt, bazd meg. A Lánchídon nincsenek ilyen kötelékek, most nem azért. Szóval szeretném, hogyha így magába szívna előről, így fél arcvonalig a test, és úgy tudnék lengedezni. Ezen nagyon sokszor gondolkodtam, és nem is akartam kiadni a nagyon nagy vágyaimat, de ez az egyik. Úgyhogy ha valaki ismeri Dévényi Tibibát, szóljon már neki, hogy pörgessünk egy három kívánságot, hogy hagyj ropogjak ezzel az öreg lánnyal, mint a tábortűz. Mert olyan izgalmi állapotban vagyok, bazd meg, hogy világítanak a szemeim. Úgyhogy nézzük. Komolyan mondom, gyerekek, nem bírom. Táncolj velem! Gyere, csak rám figyelj! Fogadjátok szeretettel a műsorunkat.
Figyeltél, Csira? Figyeltél? Nem úgy van, bazd meg. Diridáré mulatósó. Na ez az a gázsi, aki elbízta magát egy kicsit. Egyébként. Fogadjátok szeretettel a műsorunkat, mindenkinek jó szórakozást. Ez egy válogatás, de utána belemegyünk mélyebben a dolgokba. De hát, hogy itt idősek vagyunk meg minden, de azért ki van rakva az üres zacskós tej. Tehát, hogy ott már azért szexuálisan rá akarunk menni. Tehát ez vissza, Ibike Blue. Én szeretném bemutatni nektek Ibike Blue-t. This is Ibike Blue. Tehát nem tudom, hogy milyen múltból fakadóan Ibike Blue, de a privát goldomba az meg azonnal mondaná, acceptálnék ezt a nikket, szóval durva lenne. A divámat. Szia, Ibike Blue. A divája, Csira. Kicsen sz a mai napon. Légy színekem, hiszen Ibike Blue. Én megkóstolnám az almás pitédet is, ha ezt nézed, Ibike Blue. Szia. Annak vagyok a... Igen, 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 igen. Fogadjátok szeretettel a... Azért mi, hogy kiikszelte, vágod? Az mi a fasz? Elég volt, igen, 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 nagyon, fogadjátok szeretettel, elvész, hallod, itt komoly, gyerekek, alfa nőstény rivalizációk figyelhetünk meg természetes élőhelyén, a fekete nőstény érzi, hogy felülkerekedik rajta, a szexuális kisugárzását homályba szorítja, ezért kiikszeli, és helyre rakja. Itt bizony, meg fognak küzdeni. Köszönjük szépen a leveleket a rajongóinknak. Gyerekek, tud valaki egy posta címet? Azonnal. K.O. Laci! Köszöntök mindenkit! A fiaim, jöjjenek már vissza! Jöjjenek már, fiaim, vissza! Baszd, nálunk maradt a cigi! Ez szar! Anyád, de miért nem csinálsz ilyen TikTokot, Csoró? Geci! Hello? Ki ez a titkos ügynök? Ez a titkos ügynök, ki ez? Hopp, hopp, mutatom még egyszer. Látod? Azt se tudja már, hol van, geci. Mi történt? Anyád! Anyád! Mi a fasz? Geci! Ki ez az ember? Berúgja a busz alá, anyád. Bea is nagy kedvencem. Itt bizony a gravitációt különböző irányokból tudjuk megfigyelni egyébként. Tehát, hogy melyik oldalon hathott a legjobban a gravitation. Ide a vízmérték már nem kell. Se orvosi papír, itt tisztán látszik, hogy itt baj van, görbe, mint az ökör húgyozás. Angolul fogja köszönteni természetesen, illetve hát az amerikaiakat. És a amerikaiakat! Amerikaiakat! Mária, már bassz meg kell keresnem, hol az angol szótár, mert itt nem fogom érteni, hogy mi van. Valahol itt kell lennie, hol van? Azért mi önbizalom van? Amerikai néző, Csoró? Na végre egy kis buli. Anti, ez ki ez? Valamint te. Hasonlít egy kicsit. Nézd meg az öreg asszonyom, hogy nézett rá. Ki a faszom vagy te? Figyelj. Most. Hopp! Ez mindenki ropog, ez meg nem. Jó magányok vagytok, én fosok a combnyak törést. Ibike a pályán! Kerázod meg, Ibi! Minden youtuber csinál egy tech csatornát, gyerekek. Sziasztok, srácok! Ez itt a Zsite. Szerintem ez lesz a következő lépés. Ibike Blue tech csatorna, mert itt már olyan okos Android telefonok vannak, hogy be is szarsz. Talázzam, bulám, badahéja! Bocsánat, véget ért a dal. Gyerek, olyan dumája van az öreg lánynak, főretre feküdt. Annyira belemerültem ebbe a lámbadába. Te is? Igen. Geci! Ezt nem hiszem el! Olyan, mint egy munkahelyi beszélgetés, amikor kimennek cigizni, nem? Ezen beszarsz. Tehát figyeljél. Martin, ez a két nap alatt közel 1 millió megtekintés egy egyszerű Facebookon. Lényege az, hogy most már tényleg a rádióból is, már a csapból is én folyok. Violetta vagyok, sziasztok.
Violetta Keresek kis négyen. igazolást. Nem bírom elviselni ezt a hatalmas nagy sikert. Atyaisten, ennyire hirtelen. Jajajaj, nem veszek fel senkit, mert nem szeretném, hogy itt rázad a pöcsödet. Milyen tapasztalt az öreg lány? Hát pedig még az ő korába, baszd meg, morzén küldték a dickpicket, galamba a geci. Azt is lerajzolták, de hogy tudja? Hogy rázod a pöcsödet? Hát tilosbarok, baszd meg. Gondolom, hogy egy hatalmas nagy pénzzel jár, és hatalmas nagy hírnév, és hatalmas nagy sikerrel. Ezen ebben jelentem nektek, hogy én a világ legnagyobb sztárja lettem. A világ legnagyobb sztárja, Csira. Csak mondom. Tompa vagy, mint egy grafitszeróza hozzá képest. Nincs hang a mikrofonon, Csira. Szoster Menges. Bekapcsolni kéne. Előadónkat, a kedves kolléganőmet, Mulatos Katát. Fogadjátok sok szeretettel. Mulatos Katarin. Nagyon szépen köszönjük, és elnézést. Aha. Ferit kérném szépen a színpadra. Azért mekkora hek, hogy nem el lehet felejteni egy Ferit, geci, nem? Tehát ha még két mondatot kell elmondanod az erdei moha szaporodásának folyamatáról, akkor megértem. De egy Ferit, bazd meg. Hát ennyi az így csak... Rendes jó mozgása van, Csoró, nézd már meg! De aranyos amúgy. Sárga szín! Azt a kurva. Hát ez így feláll, azt a pingpong labdával lehet célozni. Valamint a sörpong, csak movepong. Anyád mekkorát fingott a gázsizó. Ja, ez a valóság. Ez meg, amit fölteszel az Instára, gec. Wicked, tricky, filthy, they stole it from us. Sneaky little hobbitses. Azt a kurva! Gyerekek, én ezt nem bírom. Fél perc erről van beszélgetés, a nyelvtanilag hogyan alakult át a Lászlótót Leslie-tóvá? Tőle még tippeltem volna, de a tó az valóban az a tó. Az ember elkezdi összerakni, hogy a tó az hogy jött a Leslie-tóhoz. Leslie egyetlen László, és a tó pedig a Leslie-tó. És akkor fogadják sok szeretettel Napsugárt és táncosait. Nézzük meg hang nélkül. Kérjük támogassa adója 1%-ával. Azt a kurva! Azt el tudod képzelni egyébként, hogy ezt leülnek a családnak és előadják, hogy figyeljetek, ezt csináltuk, szerintetek ez jó? Van az a pillanat, és akkor mondja mindenki, hogy azt, ez tök jó, tényleg menjetek és adjátok elő. Nem, hogy nézd már, anyu, apu, nagymama összegyűlik, megeszik a diós beiglit, és akkor ezt előadják itt. Csak 90 forint egy napra. Önnek semmi, nekik az élet. Sose lesz másképp, ugyanaz a fájdalom. Ezt egyszerűen nehéz feldolgozni amúgy, geci. Hogy ilyen létezik. Azt a kurva! Beát a hatalmas nagy fogszoró hölgyet. Azt a kurva, mi reflexek voltak ott, kérem Toró szépen. Hölgyet. Hop, hop. K.O. Lacira, esküszöm, az rá van állva. Ez rá van gerjedve. Ez lába közé venni. Itt van mellettem. Az kisebb írnál már. Igen, itt vagyok. Pucilok mindenkit. Pucilok. Pucilok mindenkit. Pucilok mindenkit. Pucilok. Most pedig be a asszony fogja köszönteni önöket, ugye? Angolul, hogyha megkérhetném a hölgyet. Oh! Of course, I can speak English, so I would like to greet everybody that speaks English. Hope you enjoy our program. Thank you very much. Élvezzük a programot, és köszöni szépen. Thank you very much. Buonasera, italiano. Geci! Azt a kurva, mi nemzetközi dolgok, gyerekek!
Buonasera italiano, Chira. Thank you very much. Buonasera italiano. A cantare mie musiche e showtimes. Figyelti? Italiano közben showtimes. Tehát itt átugrottunk. Egy-egy szó minden nemzetnek. Csak mondom. Azért, mert tudod, mi van itt? Elmondom, mi van itt. Én tudom, bazd meg. Itt bizony, gyerekek, itt K.O. Laciért megy a harc. K.O. Lacit, ez a nő, derékig bevenné, mint egy anakonda. Oh, mondom neked, ez meg féltékeny, hogy tud angolul. Ezért mondod, hogy most virítok én is egyet, hát ha Laci megszagolja azért, kipufogó karimát, tudod? És kicsapta neki a frankót. Tehát egy szerelmi viszály, egy alfa nőstény harc zajlik saját szemünk előtt egyébként. Srácok, működik még ez? Én oda akarok menni és énekelni egyet, de úgy, hogy ne tudják ezt az egészet. Komolyan mondom, geci, úgy élném, működik még ez a csati? K.O. Laci az egyébként rá van gerjedve a szőke lúgnyára, tehát itt már látszik, rájött az amerikai nő, hogy itt bizony Laci bívópálcáját akarja bevélni, megmérni az olajszintet. De Laci se szőke, se barna, ő neki eszköl, more? Eszköl. Nézd meg. A karmajorú nőszemélyt akarja becserkészni. Itt már látszik egyébként, hogy ez itt az utolsó fázis. A füle mögül már csurog a tesztoszteron. Be akarja nyomni a bőrkópot. Azért a názás lépő, gyerekek, az odabasz. És ő pedig a mai napon a legnagyobb sztár vendégünk. Tehát akkor mutatkozzál be. Jónás Lászlóné, Varga Irén vagyok. Igen, és hogy érzed magad? Mikor belépsz az orvoshoz, mi lesz a következő elkirjott ajszámot, Gec? Hát ez mennyire releváns, nem, Genyó? Itt vagy, szia, és hogy érzed magad? Hol fáj? Hol éreztem magamat? Köszönöm szépen, csak héttel jött ez az egész egy kicsikét ilyen... Értelek, jó van. Megint x-el, geci, ez a nő, ez megöl. Mégsem, hogyha értelek, jól van, megy a gecibe. Kikét ilyen. Értelek, jól van. K.O. Laciba azok úgy áll 2 órája. Az életben van még? Lehet csak izé a széljárás mozgatja a jobbra balra egy picit. Megbassz. Megbassz. Ez jó fasz! Már 3-szor vagyok itt, bazd meg. Most is rajtam ez a póló. Mi történik itt? 3 zsidi. Úristen, hanyan vagyunk? Hallottok engem? Engem. Oroszok vannak, mint így mekkorát kapott. Ez jó fasz! Kapott egy fülest. Szerelmes vagyok Tarlósba egyébként, én ezt elég el akartam mondani. Hozzá akarok bújni éjszakánként, és mondani, hogy parkolás! Parkolás! A hálószobába parkolás! Mi a fasz? Yes. Easy. No. Azt a kurva. Anyám, milyen barackot kapott? Anna, én szeretnék tőled kérdezni egy-két dolgot, hogy a következő dalod címe Miss... Miss Molett Fotomodell. És ez hogy jött ez a zeneszám? Az... Hallom. Vajon hogy, bazd meg? Vajon hogy jöhetett ez a zeneszám? Csak kérdezem. Azért, mert vékony? Tudtam, hogy plusz I modellkedel, vagy plusz I modellkedel. Plusz I, nem plusz size, hanem plusz I. Igen, hivatalosan szakvizsgát tettem Magyarországon. Szakvizsgát tenni? Plusz size. Hivatalosan az... Hogy hogyan? Még egyszer? De arra, hogy nem értem. Zeneszám. Plusz size. Fogadják sok szeretettel következő fellépőmet, Ivike Blue-t 2 számmal. Én ezt a srácot meg kéne keresnem, hogy ne menjön el felkonferálni a streamek előtt. Van ilyen ismerősöm, aki roma egyébként, és mindig azt mondja, hogy jó olasz. Én meg azt szoktam neki mondani, én meg svéd vagyok. Gyerekek, én is nagyon nehezen hiszem el, hogy itt a nettó tehetség szemünk előtt bontakozik ki. Ezt nem tudom elhinni. Hopp, itt Mercedes, itt elő. Mindenkinek kellemes napot. Hello mindenkinek, szevasztok. Pacsi mindenkinek, szevasztok. Pucilok mindenkit. Hogy hangotnak?